Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Gyermekgyilkosság, megtartották az előkészítő ülést a megölt Leonetta ügyében. Önkormányzati választás, Kósa Lajos szerint a Fidesz-KDNP dominanciája megkérdőjelezhetetlen. Szekszárdi szüreti napok, megkezdődött Tolna megye legnagyobb rendezvény sorozata. Lehetőség, Tolna megye 6 településén indulnak ingyenes nyelvtanfolyamok. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Megtartották a szekszárdi gyerekgyilkosság miatt indult előkészítő tárgyalást, a 6 éves áldozat jogaira hivatkozva a tárgyalásról kizárták a sajtót. Az ülés után a meggyilkolt kislány szüleinek ügyvédje viszont azt mondta, minden bizonyíték arra utal, hogy K. Dánielnek nem volt tettestársa, pedig korábban a 6 éves áldozat szülei biztosak voltak abban, hogy Leonettát nem egy ember gyilkolta meg. Vezetőszáron és Bilincsben fegyveres őrök kíséretében szállították a börtöntől mindössze néhány tíz méterre található szekszárdi törvényszékre a gyerekgyilkossággal vádolt férfit. Az épület előtt a 6 éves áldozat dühös rokonai várták. A tárgyalóterembe a rokonok közül csak a meggyilkolt lány édesapját engedték be, a többiek kint várakoztak. A bíró ezután zárt tárgyalást rendelt el egy tavalyi jogszabályváltozásra hivatkozva. A gyermekkorú sértettek esetében szexuális bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén kötelezővé teszi a zárt tárgyalás tartásának elrendelését. K. Dániel március 8-án ezzel a több mint 3 kilós térkődarabbal verte szét a saját unokahuga fejét. A gyilkosságot most beismerte, tagadta viszont, hogy előre eltervezte azt, és azt is, hogy szexuálisan bántalmazta a lányt. A jelen esetben minősített emberölésről van szó. Aljas indokkal, könyvelős kegyetlenséggel, 14 évet meg nem haladó személy sérelmére, védekezésképtelen, illetve védekezésképtelen személy részére, vagy sérelmére. Ugye ez 4 súlyosító minősítő körülmény, ezeknek a fennálltát kell többek között még bizonyítás alá venni. A gyilkossághoz használt térkőben a szakértő egy harmadik DNS nyomot is talált, az áldozat szülei ezért sokáig biztosak voltak abban, hogy a kegyetlen támadásban társa is volt a vádlottnak. A szülők ügyvédje viszont most azt mondta, hogy egy vizsgálat ezt egyértelműen kizárta. A törvényszék azt vizsgálta meg először, kiegészítő szakértői vélemény keretén belül, hogy esetleg helyszínelő rendőrökről kerülhetette ez a harmadik DNS nyom erre az eszközre, és megérkezett ez a kiegészítő DNS szakértői vélemény, ami kétséget kizáron megállapított, hogy az egyik helyszínelő rendőrről került rá erre. K. Dániel a gyilkosság előtt egy lopás kísérletet is elkövetett. Az ügyész most indítványozta, a bíró pedig jóvá hagyta, hogy a két ügyet vonják össze, így szigorúbb büntetés várható. A törvényszék az ügyészség indítványával egyezően jelen ügyhöz rendelte egyesíteni a szekszárdi járásbíróságon a vádlott ellen korábban már megindult szabálysértés értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének kísérlete miatti ügyet. K. Dániel az aljas indokból különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés és a lopási kísérlet miatt akár 22 év börtönt is kaphat. Kósa Lajos a Fidesz-KDNP önkormányzati választási kampányának irányítója csütörtökön Szekszárdon találkozott a Nemzeti Oldal által támogatott Tolna megyei polgármesterjelöltekkel, képviselőjelöltekkel. A fórumot megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, országos lefedettséget egyedül a Fidesz-KDNP tudott bemutatni, nekik van minden nagyobb városban jelöltjük, ellentétben a többi párttal. Az a céljuk, hogy folytassák az eddigi munkát és fejlesszék a magyarországi településeket. Összeálltak egy fotó erejéig a Fidesz-KDNP Tolna megyei polgármester és képviselő jelöltjei, valamint Kósa Lajos a párt önkormányzati választás kampányfőnöke Szekszárdon a Szent István ház udvarán. Célegyenesbe fordult a kampány, jól állunk, összegyűjtöttük az ajánló céduláinkat, fogalmazott Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnökjelöltje a sajtótájékoztatón. Elmondta, hány Fidesz-KDNP által támogatott vagy független jelölt indul a választáson Tolna megyében. Erre kérjük a támogatásukat a választópolgároknak, összesen ez 44 jelölt, aki néven nevezetten a mi csapatunkba tartozik.
Ács Rezső, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltje azt emelte ki, hogy neki és a Fidesz képviselő jelöltjeinek a város fejlesztése a céljuk. Azt a munkát szeretnénk folytatni Magyarország kormányával, a Tolna megye önkormányzatával közösen, amit az elmúlt 5 évben megkezdtünk. Nagyon sok előkészített projektünk van. Az a fajta együttműködés és kapcsolat, amely a kormány felé megvolt, ez mindenféleképpen arra ösztönöz bennünket, és azt a jövőt vetíti elénk, hogy Szekszárd a következő években jelentős fejlődés előtt állhat. Kósa Lajos úgy fogalmazott, országos lefedettséget egyedül a Fidesz-KDNP tudott bemutatni, amit szerinte jól példáz az, hogy a Magyarországon működő 3177 önkormányzatból 828 önkormányzatnál indul a választáson Fidesz-KDNP jelölőszervezet, és mindössze 128 önkormányzatnál találni ellenzéki pártot. A 10 000 fölötti települések közül pedig 28 olyan település van, ahol sikerült ellenzéki együttműködést létrehozni. Kósa Lajos kiemelte, a Fidesz-KDNP jelöltjeinek a települések fejlesztése a céljuk. Az emberek nem forradalmárokat keresnek, meg kormány elleni gerillákat a polgármesterek közé, hanem olyanokat, akik gazdája a településnek, építik, szépítik, és azon vannak, hogy fejlődjön a minden település az országban. Tolna megyében október 13-án összesen 184.651-en adhatják le szavazatokat, ebből Szekszárdon 26.892-en szavazhatnak. A szekszárdi szüreti napok hivatalos megnyitója pénteken este zajlott le. A Tolnai megyeszékhely legnagyobb fesztiválján több mint 70 000 ember fordul meg. A 4 napos rendezvény sorozaton 35 borász, 2 pálinkaház, különleges ételek és számos koncert, program lehetőség várja a fesztiválozókat. Olyan neves sztárok lépnek színpadra, mint Ákos. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondja, az elkövetkező évek feladata az lesz, hogy a szüreti napok színvonalát megőrizzék. Én azt kívánom, hogy az ide is legyen sokkal jobb, mint a tavalyi, érezzük jól magunkat közösen, és mindenki találja meg azt a pontot, ahol ki tud kapcsolódni, és jól érzi magát, és aztán aki nem szekszárdi, az hamarosan térjen vissza a városunkba. Ezennel a születőnapok rendezvény sorozatát Szekszárdon 2019-ben megnyitom. Ács Rezső Szekszárd polgármestere nyitotta meg az idei szekszárdi születi napokat. A városvezető, aki egyúttal a rendezvény házigazdája is, azt mondja, lassan kinövi a város a fesztivált, olyan nagy tömeg érkezik a 4 napos rendezvényre. Idén több mint 70 000 emberre számítanak. Az elkövetkező években az a céljuk, hogy megőrizzék a szüreti napok védjegyévé vált minőséget. Több díjat is kapott, most a legutolsó ugye a Gyémánt Város Marketing díj volt, ezzel elismerték országosan is, hogy a szüreti napok Szekszárdon. Ez tulajdonképpen a régió legnagyobb rendezvénye itt a Dél-Dunántúlon is, Magyarországon is a nagy rendezvények között van. Erre nagyon büszkék vagyunk, de sokat kell dolgozni azért, hogy ha ezt már megszereztük, akkor meg is tudjuk osztályon tartani. A szüreti napok megnyitóján Varga Judit igazságügyi miniszter, a rendezvény fővédnöke azt mondta, megtiszteltetésnek érzi, hogy az ország legegységesebb borvidékének összművészeti fesztiválján részt vehet. A trükkök és a fogások generációról generációra öröklődnek, mindegyik borban megjelenik valami különleges, amit csak az adott terület, jelen esetben Szekszárd és környéke, és az itt élők, a szekszárdiak, a Tolna megyeiek adhatnak hozzá. Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter azt mondta a megnyitón, hogy a szekszárdi születi napok 0. napján, azaz csütörtökön fergeteges hangulat uralkodott. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezen a rendezvényen mindenki érezze jól magát. Tegnap mi már kaptunk ízelítőt, hogy itt igenis jól érzik magukat a szekszárdiak. A rendezvény megnyitóján fellépett a Bartina Néptánc Együttes gyermekcsoportja, Zsikó Zsuzsanna népdalénekes is előadott, valamint a szekszárdi Muslinca kórus rendhagyó bordalai is felcsendültek. A szekszárdi szüreti napok szombaton és vasárnap is folytatódnak, szüreti felvonulással, a helyi népcsoportok műsorával és koncertekkel. Letették az alapkövét a Paks melletti hegyes pusztán az új kutyamenhelynek. Pakson évtizedek óta égető probléma oldódik meg a 21. századi elvárásoknak megfelelő építménnyel, melyben műtővel felszerelt állatorvosi rendelő is lesz. A 250 férőhelyes, mintegy 10 000 négyzetméteres paksi állatmenhely és ebrendészeti telep saját önkormányzati forrásból valósulhat meg, közel 350 millió forintra becsült összköltségből. És egy város gazdasági életét igazából az mutatja,
hogy a legrászorultabbakkal, a legelesettebbekkel hogyan tud bánni. Az adja a mércét. Paks városában a jelenleg működő, a Vácikai Cerberus Alapítvány által üzemeltetett állatmenhely erősen túlterhelt, nem felel meg a kor követelményeinek. Ezért a városban szükségessé vált egy új, önkormányzati tulajdonban lévő állatmenhely létesítése, mely már megfelel a 21. század követelményeinek. Új helyszínen felépülő menhelyen hamarosan az önkormányzat felelősségteljesen tud gondoskodni városunk elhagyott kutyáiról. Hosszú út vezetett a mai napig, hiszen már nagyon régen megfogalmazódott egy önkormányzati fenntartású menhely gondolata. Egy modern, a mai állattartás szabályainak megfelelő létesítmény építése kezdődik meg idén ősszel, melynek urnáját és alapkövét letették az elöljárók. Hosszú keresgélés és előkészület után találták meg a legmegfelelőbb helyet, a 250 férőhelyes, 10.000 négyzetméteres paksi állatmenhely és ebrendészeti telep számára a Paks melletti hegyes pusztán. A telepen műtővel felszerelt állatorvosi rendelő is lesz, hogy az állatok ivartalanítását helyben el lehessen végezni. Az önkormányzati beruházás több lépcsőben valósul meg, közel 350 millió forintos becsült összköltségből. Tanévnyitóval egybekötött avató ünnepséget tartott a Bonyhádon a helyi általános iskolában csütörtökön. Átadták az oktatási intézmény Bartók Béla alapfokú művészeti iskola épületét. A rekonstrukciós munkák 2014-ben már elkezdődtek, majd 2018 nyarától egy energetikai pályázat elnyerésével további 128 millió forintból korszerűsítették az épületet. Az elnyert összegből az épületnyílás záróit cserélték ki, leszigetelték az épületet, letérkövezték az iskola belső udvarát, valamint az iskola előtt parkolót alakítottak ki. A gyerekek szívesen járnak ide, és tényleg szép, és a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot nem is említem, hiszen az nagyon, nagyon fontos dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kivitelezőknek, az önkormányzatnak, a tankerületnek és mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Kiemelt feladatként kezelte vált a szék a sport támogatását és a sport célú infrastruktúra fejlesztését az elmúlt 5 évben. Az önkormányzat közel 85 millió forinttal támogatta a Bátaszéki Sportegyesületen keresztül a sportot és a helyi szervezeteket. A fejlesztés következő szakasza a műfüves labdarúgó pálya megépítése, melynek előkészítő munkálatai már megkezdődtek. Ez a város mintegy 35 millió forint önerőt biztosított a saját költségvetéséből. A többi az a vállalkozók által befizetett társasági adó támogatásból kerül finanszírozásra. Reményeink szerint egy jó másfél hónap múlva már igénybe tudják venni a létesítményt a sportolók, illetve bárki, aki a labdarúgás, illetve a sportéletet szereti. Ingyenesen idegen nyelv kurzusokat indít a Szekszárdi Szakképzési Centrum a Katedra Nyelviskolával közösen. Tolna megye 6 településén várják a tanulni vágyókat. Let's see the next exercise, okay? So we're going to talk about present perfect and speak a little bit. Angol óra a Szekszárdi Katedra Nyelviskolában. A diákok fizetős kurzus keretében tanulhatják az idegen nyelveket. Hamarosan viszont teljesen ingyenes 120 órás képzések indulnak itt angol, német és orosz nyelvekből. A felvételiző tanulóknak 3 feltételnek kell megfelelniük, 16 és 65 év közöttinek kell lenniük, nem rendelkezhetnek diplomával, de az sem kizárók, ha csak a nyelvvizsga hiányzik nekik ehhez, és Tolna megyében kell élniük. 6 helyszínen tervezzük a képzések megvalósítását Tolna megyében, Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon, Dombóváron, Tamásiban és Dunaföldváron. 2 napja tettük a felhívást elérhetővé, honlapunkon és a Facebook oldalunkon lehet jelentkezni. Egyébként már több mint 300-an jelentkeztek, mindenkit arra buzdítok, ha szeretne részt venni, akkor minél előbb regisztráljon ezen a felületen. A diákoknak a hagyományos képzés mellett e-learningre is lehetőségük lesz, vagyis személyre szabottan otthonról az interneten keresztül gyakorolhatnak. Az ingyenes nyelvkurzusokat egy 150 millió forintos pályázatban indítják el, amit a Szekszárdi Szakképzési Centrum nyert el. A projektben a Szakképzési Centrum tanulói is részt vehetnek és részt is vesznek, illetve miután a kapacitásaink korlátozottak és végesek, hiszen ugye a pedagógusaink, nyelvtanáraink a nappali rendszeroktatásban is dolgoznak, ezért partner kerestünk nyelviskola formájában, és így került a Katedra Nyelviskola bevonásra. A tervek szerint az ingyenes nyelvképzésben nagyjából 1000 jelentkezőt tudnak bevonni Tolna megyében.
90. életévét töltötte be Csíkós Tüttösön Gelencsér Mihályné. Az idős asszonyt köszöntötte a családja mellett a település vezetése és Potápi Árpád János államtitkár is. Szeretnék téged köszönteni. Csókolom. Este meglepetés. Sok szeretettel gratulálok, bár előre gratulálunk, de holnap lesz a születésnap, és ehhez fogadja ezt a szép sokervirágot. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Este meglepetés. Gelencsér Mihályné Csíkós Tüttös egyik legidősebb lakója, 3 generációval él közösen, a mai napig aktív az idős hölgy, aki rendszeresen végzi mindennapi teendőit a házban és a ház körül. Kati néni arról beszélt, az ő gyerekkorában sokkal keményebb volt az élet, mint a mostani gyerekeké. Mi azért be voltunk fogva, mert mindent kellett csinálnunk, úgyhogy mi mentünk buzakkal szedni meg mindent, úgyhogy nem úgy, mint mostani gyerekek, ezek mostani szabadok. Pintér Szilárd a település polgármestere azt mondta, ebben a ciklusban olyan közösségi tereket sikerült építeni, ami otthont biztosít a különböző korosztályú emberek számára. A település vezető kiemelte, különös odafigyeléssel kezelik az idősek ügyét. Az idősekkel megpróbálunk olyan értelmes rendezvényeket hozni és szervezni a faluba, ahol ők jól érzik magukat. De igazán azokat a rendezvényeket szeretem, amikor a legkisebbtől a legnagyobb öregebbik, mindenki jól érzi magát. Azt gondolom, hogy az elmúlt 28 évben sokat tettünk azért, hogy ez a település szeretető legyen minden korosztály számára. Ez igen. Kató néni a gyertyagyújtás után nem mondta el, mi a kívánsága, de nagyon szeretné, ha megvalósulna. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Béke és biztonság, honvédelmi napot rendeztek Pécsen. Fókuszban az ételek, élelmiszerturizmus segítheti a települések gazdaságát. 8 szobrászművész, több mint 20 alkotás, idén 6. alkalommal rendezték meg a beton arcai kiállítást. A haza védelme mindig a legfontosabb, mondta a Pécset megrendezett honvédelmi napon Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter kiemelte, az elmúlt évben közel 9000 önkéntes katonát toboroztak az országban, közülük kerültek ki a pécsi 52. területvédelmi zászlóalj honvédjei, akik számára menetzászlót adományoztak az ünnepségen. Emellett egésznapos, interaktív programokkal várták az érdeklődőket a Széchenyi téren. Béke és biztonság. Ez a két legfontosabb érték az emberek életében, mondta Benkő Tibor a pécsi Széchenyi téren megrendezett honvédelmi napon. A honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, a hazavédelméről folyamatosan gondoskodni kell, ezért is örömteli, hogy az elmúlt évben közel 9000 önkéntes katonát toboroztak az országban. Hozzátette, az emberek biztonságának szolgálatában Baranya megye élen jár, azonban a toborzásból sosem lehet elég. Most van folyamatban egy nagyon nagy volumenű honvédelmi és haderőfejlesztési program, amely megköveteli, hogy nagyobb létszámú honvédséget tartsunk fenn. A másik dolog pedig az, hogy nem csak aktív, hivatásos, szerződéses katonára van szükség, hanem önkéntes tartalékosokra is. Magyarországon egyébként már több mint 20 éve ünnepeljük a honvédelem napját, emlékeztetett Páva Zsolt beszédében. Pécs polgármestere kiemelte, bár az ünnepnapot május 21-ére tűzték ki, ez a jelentős történelmi háttérrel rendelkező város számára nem lehet akadály. Itt Pécset kicsit csúszásban vagyunk, de semmi gondot nem lehet, mert a hazavédelméről megemlékezni, erre odafigyelni, ennek a fontosságát hangsúlyozni bármikor lehet és szükséges is. Nos, ebben nagyon szép történelmi millióban, amit az a tér sugal, erre emlékeztünk. Az ünnepség keretein belül sor került egy menetzászló átadására is, melyen mind a 301 baranyai település neve szerepel. Ezt a pécsi 52. területvédelmi zászlóalj kapta emlékeztetőül arra, milyen nagy felelősség is a hazavédelme. Az ünnepélyes rendezvény mellett a katonaság által használt járműveket, fegyvereket és ruházatot is kipróbálhatták az érdeklődők az egésznapos rendezvényen. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vidéki vendéglátásban a helyi jellegzetességek, ételek és italok. Az úgynevezett élelmiszerturizmus pedig segítheti az adott település, térség gazdaságát is. Erről beszéltek a résztvevők a Kaposvári Egyetemen rendezett második élelmiszer és marketing nemzetközi konferencián. Egy zselici tönköly bárány lepényt hoztunk, aminek ugye az alapanyaga 100% teljes kiörlésű búzaliszt, illetve a hetesi
Vágóhídról érkezett bárányhús, és helyi termelőktől a sajt feltét. A zöldség pedig a saját termés. Kakukk és borsika fűvel, valamint rozmaringgal is ízesítették a bárányragus lepényt. Ez az étel is kizárólag helyi alapanyagok felhasználásával készült, erősítve a helyi gazdaságot. A Kaposvári Egyetemen rendezett nemzetközi élelmiszer és marketing konferencián elhangzott, a vidéki ízek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vendéglátásban. A konferenciának a témája az az élelmiszer turizmus, mert hogy látjuk, hogy ezekre az élelmiszerekre a turizmusban nagyon nagy szükség van. Ez segítheti az egyetemünk számára a szintén kiemelt vidékfejlesztésnek a lehetőségeit is, hiszen összekapcsoljuk az élelmiszert a vidékkel, a tájjal, az adott tájegységre jellemző ízeket próbálunk a közönség elé vinni. A helyi jellegzetességek, ételek és italok pedig segíthetik az adott település térség turizmusát és gazdaságát is. A nemzetközi konferencián egy horvát cég is képviseltette magát. A vállalat, kihasználva a közösségi médiát, egy külön kulináris oldalon tartja a kapcsolatot a fogyasztóival. Minden vásárlónk itt könnyen megtalálja cégünk termékeit, és receptjeinket tudják használni, ezáltal pedig elkészíthetik ételeinket. Többel foglalkozunk, mint gyártás és forgalmazás, hiszen nem csak egy élelmiszeripari, hanem egy kulináris cég is vagyunk. Az élelmiszerek nem csupán fizikai szükségletet jelentenek, hanem élményt is adnak. A Kaposvári Egyetemen tartott konferencián arra keresték a választ, hogy a helyi élelmiszerek miként támogathatják egy település vagy térség további felemelkedését. Idén 6. alkalommal rendezték meg a Beton arcai kiállítást. A már hagyományos szigetmonostori beton szimpóziumon 8 szobrászművész készített alkotásokat, melyek központi témája a beton és a víz. A művésztelepen eltöltött 2 hét alatt több mint 20 mű készült el. Ezeket október 13-áig a pécsi NIK galériában tekinthetik meg az érdeklődők. Beton és víz. Ez volt a központi témája az idei szigetmonostori beton szimpóziumnak, ahol 8 szobrászművész 2 hét alatt készített alkotásokat. Ezeket a műveket a NIK galériában állították ki az idén 6. alkalommal megrendezett beton arcai tárlaton. Mint minden évben, ezúttal is a királyegyházi Lafarge cementgyár szervezésében zajlott mind a szimpózium, mind a kiállítás lebonyolítása. Illetve idén még van egy újdonság ennek a művésztelepnek, az pedig az, hogy nemzetközi vizekre is eveztünk, tehát egy művész Kanadából érkezett erre a művésztelepre, és a betonnal szintén ő az, aki kiemelkedően foglalkozott így a víz témakörével karöltve. A szervezők nem kötötték meg a művészek kezét, így a szobrászok szabadon alkothattak a beton és a víz témák megjelenítésével. Volt, aki például egy indiai ciszternát konstruált meg betonból, gyönyörű szép építészeti architektonikus elemeket kreált betonból. Van, aki egyszerűen a tengeri lényeket, medúzákat jelenítette meg munkáikon. Idén felkérés alapján vettek részt a szimpóziumon az alkotók. Fekete Léla most először készített szobrokat a művésztelepen. A szobrászhallgató azt mondja, a jövőben a betonnal szeretne dolgozni. Ezelőtt dolgoztam természetesen más anyagokkal is, de a beton az igazi nekem, úgy érzem. És hát miután lediplomáztam, őszintén szóval még nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de az biztos, hogy szeretnék egy műtermet, és betonnal szeretnék nagyon foglalkozni. A tárlaton több mint 20 szobrot állítottak ki. Az alkotásokat a pécsi NIK galériában október 13-áig tekinthetik meg az érdeklődők. És végül nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Gyermekgyilkosság, megtartották az előkészítő ülést a megölt Leonetta ügyében. Önkormányzati választás, Kósa Lajos szerint a Fidesz-KDNP dominanciája megkérdőjelezhetetlen. Szekszárdi szüreti napok, megkezdődött Tolna megye legnagyobb rendezvény sorozata. Lehetőség, Tolna megye 6 településén indulnak ingyenes nyelvtanfolyamok. Szombaton felhős időszakok zavarják meg a napsütést, jelentős eső továbbra sem valószínű, de egy-egy futó zápor előfordulhat. Vasárnap, hétfőn napos, száraz, kellemes időben lehet részünk, emelkedik a hőmérséklet. Mára megköszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!